Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát elkezdünk a szép északi országok körében utazgatni, Finnországgal kezdjük. Így van. Az Ezertó országa. Abszolút, de van azért ott más is, tehát nem csak Ezertó. Erről fogunk nagyjából beszélni. Finnországgal egyébként annyit kell tudni, hogy a mindenfajta gazdasági versenyképességi ranglistán top 10-es ország, tehát gyakorlatilag őt követi Norvégia, Dánia és így tovább, tehát egy nagyon gazdaságilag ma már egy előkelő helyen lévő ország, holott egyébként ők történelmileg és talán geopolitikailag nem játszottak sose olyan erős szerepet. Tehát nagyjából tudjuk, hogy hol van Finnország északon, tehát legközelebb vannak Oroszországhoz, és az ő történelmük azért leegyszerűsítve abból állt, hogy vagy a svédek foglalták őket el, és a svéd királyság része voltak, vagy az oroszok, ők szerencsésen egyébként 17-ben, amikor, tehát lehet, hogy nekik Lenin jót tett, mert ők akkor tudtak elszakadni a cári Oroszországtól. És jól is tették, mert most meg igen, már igen. Azt hiszem talán a 8. legversenyképesebb ország a világon. Igen. Tehát igen. Meg hát ilyen holland meg osztrák GDP-jük van nagyjából, úgyhogy... Hát igen, ők nagyon jó helyen vannak, tehát, és érdekes módon az adórendszerük egyáltalán nem kedvező egyébként. Tehát nem az adórendszer determinálja ezt a növekedést, hanem azt jelenti, hogy náluk a gyakorlatilag az adójog az iszonylag közepesnek mondható, hanem nagyon jó az egészségügy, oktatás, és ez a két alap adta meg azt a fajta, meg hát az a fajta gazdasági háttér, amiről majd beszélni fogunk első körben, tehát ami őket erősítette. Tehát ők fával, ahogy te is mondtad, fával indultak meg fémekkel, de rengeteg alapanyaguk van ezen a két területen, és ez az iparukat is döntően meghatározza. Tehát a fémek közül azért vas, cink, van ott nikkel, réz, urán is van egyébként, szóval rengeteg mindenük van. Viszont ami érdekes, és emiatt egyébként a legnagyobb exportcikkeik is a papíripar, a gépek, elektronika gyakorlatilag, ami megy. Viszont ami fontos, hogy ők egyébként már ennek az iparágoknak a nehéz ipar alapján az egyik legnagyobb hajógyártó nemzetté is váltak. Uh-huh. Ami szintén, és az elektronikai iparban nem nagyon kell bemutatni a Nokiát. A Nokia egyébként a történetét tekintve 1860-es papíripari cég. Tehát papíriparból váltottak át, később a 1967-ben ott több cég egyesült, és akkor az elektronikát is felvették a terméket, az egyik beolvadó cég hozta magával, és ebből indult el a Nokiának az a először hadipari különböző ilyen VHF rendszereket nyomtak, egyébként ez a hajózásba is nagyon kell, és aztán ebből fejlődött ki a Nokia, aminek a történetét tehát a normál telefonok kapcsán, tehát a mobiltelefonok kapcsán ismerjük, viszont azt azért tudni kell, hogy jó lehető kiestek a telefonnak, tehát a készülékgyártási piacról. Illetve hát jönnek vissza valamilyen szinten, majd azért kiderül, hogy csak azon gondolkodtam, hogy a Nokia azért egy komoly stratégiai magánvállalat, hiszen a GDP-nek a kb. Ötödét egyedül ő adja Finnország, úgyhogy nagyon vigyáznak rá. Nagyon, de egyébként őnekik vannak még, tehát érdekes módon vagy az oktatási összefüggésben, tehát ők a IT-barban elég erősek, mert egyébként ma hálózati oldalról nagyon erős a Nokia, viszont amiről érdemes beszélni, hogy például Finnország a hazája a Linux rendszernek, uh-huh. Tehát az a Linux Torvald 91-ben indította ezt a nyílt forráskódú programot, amelyik egy elég hányatott sorsat tudhat maga mögött, de már egyértelműen azt hiszem piacvezető a nyílt forráskódú programok terén. Olyannyira, hogy most már a nagy gyártók először megpróbálták elpusztítani, aztán később együttműködni vele, miután az elpusztítás nem sikerült, most már a nagy rendszerekhez is tud csatlakozni. Aztán a harmadik, ami IT-ban baromi érdekes, az Angry Birds. Az Angry Birds igen.
és Finnországban, azt hiszem Rudi vagy Szú, nem tudom, hogy hívják a céget, amelyik gyakorlatilag ezt hozza. Tehát úgy tűnik, hogy azért ott a szaunázás és az erdők között úgy tűnik, hogy van arra idő, hogy ilyen dolgokat is kitaláljanak, meg kapacitás. De egyébként a legnagyobb cégeik között a Kone, például az egy családi vállalkozás, amelyik ilyen felvonóktól kezdve gépeket gyárt, az a Merlin család tulajdona, amelyik egyébként Finnországnak a leggazdagabb családja. Tehát azt lehet mondani, hogy az 5,5 milliós nemzet, aki mondjuk ezért körülbelül hát olyan négyszer nagyobb területen van, mint Magyarország, elég szépen produkál. Az adórendszer, amit ez az ipar alá tesznek, nem rossz, de azért olyan semmi különleges nincsen benne. Hát, mert hogy egy ilyen csalogató országnak tűnik, ugye az életszínvonal, az oktatás, egy csomó mindent hallunk róla, most, hogy említettük ezeket a jó dolgokat Finnországgal kapcsolatban, azt mondaná az ember, hogy tök jó, hát menjünk Finnországba, vállalkozzunk ott. Hát igen, hogyha valakit nem riaszt vissza a hideg, akkor egyébként erre volna is lehetősége. Én azért azt látom, hogy így a szép ranglisták ellenére azért Finnország egy elég unalmas hely. Tehát aki járt már ott, azért biztos, hogy azért a Helsinki életet nehéz mondjuk egy... Hát attól függ, mit csinál az ember, ugye? Tehát hogyha a munkát végezni jár oda, akkor hajlamos vagyok egyetérteni. Én nem azt csináltam, én nem nagyon unatkoztam, bevallom őszintén neked. És ennek milyen hát milyen anyagi vonzata ennek a kirándulásnak elég mélyreható volt. Jó, hát mindegy, a lényeg az, hogy nem tudom, a társasági adó az nem tartozik a fő vonzerők közé, tehát még ilyen szempontból nem az, de nem olyan rossz, tehát 20% az nem túl alacsony, de nem is nagyon sok, viszont nincsenek ilyen helyi adóik, ami a személyével nem adóik, az egy kicsit már olyan skandinávosabb, az 31,5%-ig megy föl, de hát az mindez olyan azért 70 000 euróig 21%, tehát az sem olyan nagyon rossz. Munkás, mert van nekik egy olyan adójuk, ami tévéadó, de nem magánszemélyek fizetik, mert náluk is volt ilyen tévédíj korábban, mert ugye abból szedték össze a tévéknek a működéshez szükséges pénzt. Ezt társaságok fizetik, és gyakorlatilag egy maximális összegéri 3 000 euró. Tehát engem ez meglepett. Hogy ilyen adók is vannak ott, ami még érdekes, hogy az áfájuk az 24%, ami nyilván ugye a cégeket nem érinti, de a fogyasztókat igen. Szóval azért én úgy gondolom, nem tudom, hogy mi volt a tapasztalat annak nálatok kint Finnországban, ez nem egy annyira olcsó ország. Egyáltalán nem, de így jól érzik magukat azért. Tehát azt lehet látni, hogy ilyen jut is, marad is alapom. Szerintem nem beszélgettem az adózási moráról velük, de így a közbeszédből úgy vettem ki, hogy szívesen fizetik az adókat, mert hogy van foganatja, van látszatja. Igen. Szóval ez Finnország igazából az északi államok között egy érdekes színfolt. Nyilván az orosz közösség az nekik mindig is probléma volt, de azt kell mondani, hogy az elmúlt 40-50 évben nagyon jól verekedték ki magukat, és ma már EU tagállamként ebben a gyakorlatilag a skandináv környezetben nagyon-nagyon szépen mennek. És engem nagyon meglepett az IT területnek ez a fajta fejlődése, ami úgy tűnik, hogy a képzéssel tudott beerősödni. Szóval én úgy gondolom, hogy ez az ország mindenképpen egy nagyon nagyot lépett előre ahhoz képest, ahol ők korábban voltak, mert ők azért a svéd királyság mellett, tehát ők gazdaságilag sose játszottak meghatározó területet. Mára viszont azért egy-két szegmensben nagyon-nagyon erősen ott vannak, és ez talán sok országnak tényleg jó példa lehet. Oké, Zoli, köszönjük szépen. Skandináv utazásainknak a első célországába, Finnországba mentünk el. Megnézzük, hogy hogyan állnak ők politikailag. Köszönjük szépen, szép napot, szervusz! Sziasztok! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével.
sera. Chissà dove sarà. La vo cercando tutto il giorno, la luce sul giornale. Mi par di vedere sempre intorno quel visino celestiale. Io cerco la titina, ma questa mia titina chissà dove sarà. Pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. A vonalban itt van velünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Nem akarom elbagatelizálni a finn szituációt, mert nagyon sok érdekes és nagyon előremutató dolog történik, de azért... Azon mindig mosolygok magamba, hogy vajon a finn hadsereg, amikor elindul valahova, tényleg úgy masírozik, hogy üksi-kaksi, ezt mondják. Tehát ez azért elég érdekes, így magyar füllel. Hát a finn hadsereg masírozását azért nem mindig a legdiadalmasabb körülmények között láttuk, illetve mostanában is egy egészen más típusú hadsereget készítenek el, konkrétan mesterlővészek kiképzése és minden másféle partizán harcra való felkészülés zajlik. Hoppá, ez honnan ismerős? Csak nem valahonnan a 40-es évekből. Hát bizony, tehát a nagy szomszéd nem változott azóta se, úgyhogy Oroszország ott van bizony a finn határon, ami egy nagyon-nagyon hosszú határszakasz egyébként, és éppen ezért aztán ez egy teljesen természetes, önmagában nem orosz ellenes, viszont a veszélyeket reálisan felmérő hozzáállásuk. Mégiscsak egyébként még területében is a nyolcadik legnagyobb ország Finnország az Unióban, tehát ha ezeket így nézzük, akkor nekik mind a történelmük, mind minden más indokolja, hogy ez így legyen. Egyébként ugye az oroszokkal egy ideig, a cári Oroszországgal még annak idején akkor voltak jobban, amikor a svédek ellen egész jól jött, hogy felszabadították őket. Hát igen, és utána a nagy hercegség volt, azt hiszem, hogy így van, a Finnország területe. Önállóbbak voltak, mint a svédek alatt, ahol lehet, hogy hát hamarabb eltűntek volna. És ehhez képest ugye az oroszokkal van egy ilyen pozitív kezdeti epizódja is a finn történelem olvasatnak. Tehát nem lehet azért a magyarral összehasonlítani, ahol 1956-48-49 meg a második világháború az egyértelműen három ilyen hát elfoglalós meg támadós epizód. Úgyhogy azért ez a viszony a mai napig érződik. Tehát mondjuk a balti államokkal és különösen Észtországgal szemben
A finnek azért egy jóval moderáltabb, vagy ha úgy mondhatnám, tárgyaló képesebb fél, ahova eleve azért az elmúlt 40 éven bőséggel be is épült. Ők azért megkapták. Igen, igen, és ők azért megkapták többször azt, hogy tehát ez az orosz-finn viszony, azon kívül, hogy van egy kisebbség, nem olyan nagy, de mégiscsak van egy orosz kisebbség, aki ott él, és azt a nyelvet beszéli. Azon kívül ugye pont itt emlegettük a függetlenné válást, de 91 körül, amikor ugye felbomlott a Szovjetunió, akkor erősen visszaesett a gazdasági növekedés, és a finn márkát többször le kellett értékelni. A finn munkanélküliség meg is ugrott ugye majdnem 20%-ra, és alig tudták onnan összekaparni magukat, aztán azt nagyon jól csinálták, mert most azt is említetted, hogy egyrészt méret szempontból nagyon nagy ország az Európai Unión belül, hát GDP szempontból is az. GDP szempontból is az, és egyébként pont ebből a GDP-ből ők költik GDP arányosan a legtöbbet a védelemre. Tehát, hogy még így is rengeteg pénzt tudnak katonai dolgokra elkölteni, holott ugye ők hivatalosan nem is NATO-tak, hanem semleges ország, és mégis ez a néhány milliós országocska egy több mint 30 ezer fős haderőt, hadsereget tart fenn. Az orosz kivonulás az valóban összeomlasztotta egyrészt a fingazdaságot, másrészt meg alig, hanem pont ez adta azt a lendületet, akkor aztán a Nokia ki tudott lőni, és minden más elindulni, ami a mai napig tartó high-tech szektor, innovációs szektor erőssége, és egyébként a mostani miniszterelnök is ebből a háttérből érkezik. Tehát ő is egy beszállítója volt annak idején, hát részben a Nokia-nak, részben egyébként a kínaiaknak, és innen egy egész izgalmas ellentét eredezik. Ugyanis most egy jobboldali kormánya van a Finnországnak, ez három pártból áll, ugye két mérsékelt jobbból és egy határozott jobbból. Ez az egykori igaz finnek pártjának az egyik ága. Ők ugye elszakadtak nem olyan régen két felé, és az egyen mérsékeltebb ág az a koalíción belül maradt. És a miniszterelnök az pont most, amikor Trump egyébként védővámokkal fenyegeti Kínát, ugye a finn miniszterelnök egykori volt üzleti partnerét, látszanak a nagyon komoly különbségek még az EU-n belül is. Ugyanis például most Helsinki is azt mondja, hogy nem érdemes egyébként még Kínával szemben sem védővámokon gondolkozni, vagy pedig ilyen kereskedelmi háborúkat indítani, hanem hagyjuk ezt nemzeti hatáskörben, hogy eldöntsék akár az EU-s tagállamok, hogy milyen külső befektetők hogyan érkeznek, miközben ez most már egy látható, erősen francia, valamivel gyengében német vonallá kezd válni, hogy akár EU szinten is újra lehessen kifejezetten akár Kínával szemben majd védővámozni. Botond, az oroszokkal a finn védelmi erőket is tesztelik úgy, mint mondjuk az angolokat, meg a NATO egyéb államainak a haderejét? Tehát ott is vannak ilyen határincidensek, berepülések, közelrepülések, stb. Stb.? Azt mondanám, hogy máshogy. Tehát a finn haderőt, ha úgy tetszik, ismerik, ez most lehet, hogy kicsit csúnyán hangzik, de az ilyen módon sokkal kevésbé éri provokáció, viszont például az egyik leghíresebb kedvenc esetem is itt került a médiába immár több éve, amikor észrevette a finn nemzetbiztonság, hogy valamiért a repterek környékén, illetve a telekommunikációs központok tornyok melletti telkeken egyre több orosz tulajdonos tűnik föl. Tehát a finn telekommunikáció, közlekedésbiztonság egyszer csak úgy tűnt, hogy gyakorlatilag a szomszéd telkekről, hát most nyilván, hogyha ezt nem jelenthetjük ki, hogy kimondták volna, de valószínűleg erre gondoltak, hogy nem, hogy megbénítható legyen. Illetve az egyik nagyon híres eset is ott volt, amikor egy finn újságíró nőt egyszer csak a trollok olyan szinten kezdtek el kikészíteni, hogy már akkor évekkel ezelőtt, tehát még a fake news beköszönte előtt, hamis hírekkel olyan színben tüntették fel, hogy teljesen tönkretették egy ideig az életét. Tehát abszolút mennek az orosz intézkedések Finnországban is, de hogy ezt már lassan megszokhattuk, igazából ország specifikusan tudják azt kiválasztani, hogy hol mi a hatékony, hol mi a megengedhető kormányzattal szemben, másokkal szemben. Azért ez így egy jóval másabb finn valósága ennek a történetnek, és hát pont ezért, amikor svédek finnek picit beszélgetnek néha maguk között arról, hogy mi legyen a NATO-tagsággal, na olyankor viszont jobban megszorul az oroszok marka, és rögtön jön egy-két Lavrov interjú mondjuk egy labban, aztán megpróbálják helyre tenni ezeket a gondolatokat. Hát nagyon jó és érdekes helyzete van Finnországnak, ugye mennyire hasonlítanak az észt szituációra az ottani körülmények?
Mármint úgy értem, hogy ugye kibervédelmileg is, meg úgy egyébként... A kibervédelemben és kifejezetten a hibrid háborús központot hozták most létre egyébként Helsinkiben, ami szintén egy NATO kiválósági központ lehet majd, ugye a finneknél van, az észteknél van ez a kiberbiztonsági NATO kiválósági központ, tehát ebben ők abszolút előre mennek, komoly kutatóintézeteik vannak egyetemi szinten is, és egyébként érdekes módon a visegrádiak közül a lengyelek működnek velük együtt, immár szeptembertől egy hivatalos megállapodás formájában ezen a téren. Tehát ez is működik. Az viszont egész biztos, hogy az észteknek soha nem jutna eszébe atomerőművet építeni az oroszokkal. Ugye a finneknél volt, zajlik a mai napig ez a híres atomerőmű építkezős történet, ami egy picit jobban megvan akasztva, tehát a finn állami hatóságok néhány engedélyt nem adtak meg, illetve nagyon komoly tulajdonosi szerkezetet igényeltek, amiben kiderült, hogy aztán az oroszok végül is egy horvát stróman céget használtak, és ezzel tulajdonképpen megszegték a megállapodást. Tehát ott azért egy picit nagyobb transzparencia mellett megy ez, mint mondjuk azt a régiónban máshol látjuk időnként előfordulni. Az észtek pedig ugye egy óriási orosz kisebbséggel küzdenek, tehát ezt a legnehezebb nekünk összehasonlítani, hogy amikor ott van egy nagyon komoly, több százezres orosz kisebbség, aki a 90-es évek óta csak hát egész graduálisan kapta meg önmagában az állampolgárságot, akkor azért az tényleg egy másik felállás, hiszen látjuk, hogy Oroszország az orosz kisebbség védelemre hivatkozva lépett fel azért a saját környezetében, most Ukrajnától, Grúzián át, tehát ez egy olyan ürügy, amitől bizonyos szempontból jogosan lehet tartani sokkal jogosabban, mint a jól beállított finn orosz határ tekintetében. Fú, hát izgalmas nem szituációban Finnország. A finnek helyzete ebben a kis globális játszmában, amelyben Oroszország kezd hiperaktív szerepet játszani. Ez jött ki ebből a beszélgetésből számomra, remélem jól interpretáltam szavaidat. Abszolút, abszolút. Oda kell figyelnünk, mert tényleg azt látjuk, hogy nemzeti hatáskörben itt mindenki elbíbelődik bilaterális orosz vagy bilaterális kínai kérdésekkel, miközben látjuk, hogy azért ennek a leghatékonyabb megoldása az egyértelműen az, hogyha ezt egy szinten magasabbra tesszük, és megpróbáljuk onnan egy picit nagyobb háttérrel, picit nagyobb erővel megoldani. Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük neked, további szép napot! Köszönöm szépen nektek is, hallgatóknak is, sziasztok! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő mondta el véleményét Finnországról. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.